És nem borul le a kamera. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy vlog videó lesz, mégpedig egy olvasó vlog, mert megkérdeztem tőletek, hogy milyen videót szeretnétek látni a csatornán, és egy erőteljes válasz az volt, hogy végre egy olvasó vlogot, ami még sose volt ezen a csatornán, mert annyira nem szeretek és nem tudok vlogolni, de ez mellékes. És ugye nyilván ezután az volt a következő kérdés, hogy oké, de miről vlogoljak, akkor mi lenne az, ami érdekelne titeket? És kitettem itt YouTube-on, hogy egy képet a molyos polcomról, amin az olvasatlan könyveim vannak, és akkor azon kértelek titeket, hogy szavazzatok meg, hogy melyik lenne az, ami érdekelne titeket olvasó vlogként. És az elsőprő győzelmet azt nem más aratta, mint Marissa Meyertől a Cinder, ami a Holdbéri Krónikek első része. Ez egyébként egy nagyon-nagyon régóta váró listás könyv nálam, és a 2020-as BookTube Secret Santán kaptam meg Attilától, úgyhogy ez most miatta lehetséges, hogy én ezt az olvasó vlogot meg tudom csinálni. Erről a könyvről így előzetesen annyit tudok, hogy ez ilyen hát ilyen retelling, mert ez az első rész, ez egy hamupivőke történetátdolgozás, aztán van benne még aranyhaj, mármint a folytatásokban van, azt hiszem egy a piros kabátos kislány, ahogy is hívják. Piroska? Igen, jó, ez tök jól összehoztam. Meg még nem is tudom micsoda. Szóval ez azt hiszem, hogy egy ilyen négy részes sorozat, öt, fogalmam sincs. Nagyon régen tettem már fel várólistára, és nem annyira követtem a folytatásokat, főleg, hogy ugye nyilván az elsőt sem olvastam. De akkor itt az idő, fantasy február is van, ahhoz is ugye ez a retelling, zsáner keveredés pontokat, azt hiszem előzetesen azt jelöltem, hogy azokat fogja nekem pipálni. Úgyhogy igen, ez lesz most ennek a vlognak a témája. Ja, és annyit nem mondtam el, igen, szóval, hogy és a lényeg az, hogy retelling és ilyen disztópikus cyberpunk lehet, nem, mindegy. Azt tudom, hogy ez a hamupőke, aki ebben van, az valami kiborgosított hamupőke. És így ennyit tudok a sztoriról, meg nyilván romantikus könyv, mert eleve ez az Alexandrás kiadás, de utána a Vöröspöttyös sorozatban folytatódott a könyvből képzőnél. Úgyhogy kíváncsi leszek, mi lesz erről a véleményem, nem tudom előre megmondani, hogy mire számítsak, de ez egy elég szeretett könyvsorozat, ahogy én láttam eddig, de nem tudom, hogy ez most az lesz, ami nekem be fog jönni, vagy az lesz, ami nem fog, úgyhogy nézzük meg! Professzionális állvány van jelenleg a kamera alatt, amit inkább nem mutatok meg. Konkrétan egy kulacsra tettem rá, mert lusta vagyok előszedni az állványát. No! Tök jó, hogy fejjel lefelé tartom. Szóval elkezdtem olvasni a Cindert. Kemény egy fejezet, és pár oldal van kiolvasva jelenleg. A 26. oldalon vagyok. És eddig nem fogok ilyen gyakran bejelentkezni, csak most ugye elkezdtem a sztorit, szóval eddig úgy néz ki, hogy van egy új időszámítás, amiben már a harmadik korban vagyunk, valami negyedik világháború után, Ázsiában, Pekingben, vagy Új-Peking?
ami még kiderült, az az, hogy van valami pest is, amitől így félnek az emberek, ami tök jó, hogy így pont most Covid van, és ebben meg egyelőre volt szó pestisről, meg ez csak lenémítom, bocsánat, pestisről, meg karanténről, és így tök jó. És akkor van ez a Cinder, a hamupőkénk, aki igen, Kiborg, jól emlékeztem erre a részre, meg van valami herceg, aki most hozott hozzá egy robotot javításra, és egy nyilván valami ebből lesz. Gyanítom, a herceg lesz a Love Interest, valószínű, a jóképű herceg, ki más lenne a Love Interest most így őszintén. És a Cindert kinézik kicsit az emberek, akik tudják, hogy ő amúgy Kiborg és nem teljesen ember. De nagyon takargatta a száját, amikor ez a pestises részbe jött, úgyhogy lehet, hogy ő is el tudja kapni, amit nem teljesen értek, hogy ez még hogy van, de hát 26 oldal után még nem nagyon tudja az ember pontosan, de akkor nézzük tovább. Szóval jelenleg még inkább a science fiction része az, ami jobban kirajzolódik meg, ez a kiborgos része. Ja, úgyhogy most két online óra között még ezt fogom olvasni. Na, szóval, most már olvastam a könyvből 118 oldalt, úgyhogy körülbelül az egy negyedénél vagyok. És kezd izgi lenni, tehát az elmúlt 50 oldalt körülbelül azt úgy olvastam, hogy így egyben és közben így nem nagyon figyeltem oda semmire, mert nagyon izgi lett ezen a részem. Megtudtam pár érdekes dolgot. Szóval ez a pestis dolog, amit az előbb is említettem, így 20 oldal után, arra kiderült, hogy az egy ilyen komolyabb és központi témája a könyvnek, szóval teljesen aktuális időben olvasom, mert ebben pest is van, az életben meg korona, és ez is ilyen légiúton is terjed, és nem igazán van rá jelenleg nekik ellenszerük. És a hamupipőke rész is jobban bejött, mert hogy ugye jobban kiderül, hogy Cindernek van a mostoha anyja, a két mostoha testvére, és valami bárra készülnek, amire a mostoha anyja nem akar Cindernek ruhát venni, és nem igazán akarja, hogy ő arra elmenjen. És ez ugye a hercegnél lesz a bál. Szóval eddig a hamupipőke setting is eléggé érződik így most már. Na és ott történt egy kis fordulat az egészben, hogy most akkor elmentek a roncstelepre szerezni valami mágnes szíjat, és a kisebbik húgával, mostoha húgával ment Cinder, Peonival, és ott Peony is elkapta a pestist. Vagy hát nem ott, de elkapta. És Cindert meg közben bevitték, mint önkéntes, de ugye nem jelentkezett önkéntesként. Késő van már, és nem bírok beszélni. És igen, bevitték, mert az anyja úgy gondolta, hogy akkor ebből legalább szerez magának így pénzt. Tehát így amúgy így tök felháborító rész volt az benne. És a laboratóriumban most meg befecskendezték a vírussal, hogy ugye most a kiborgokon tesztelik a hatóanyagot, vagy az ellenanyagot, ami nem túl sikeres, de hát kiborgok, szóval feláldozhatóbbak, mint az emberek. Valami ilyen mentalitás van most ebben a könyvben, ami elég fura, mert igazából csak részeik gépek, és nem a teljes ember, ami szintén felháborító, de Cindernek beadták a vírust, és az ő teste védekezett ellene, szóval nem tudja elkapni ezt a betegséget, ami érdekes, és most emiatt őt ugye be akarják szervezni ebbe az egész ellenszer megszerzése helyzetbe. Úgyhogy érdekes, és most eléggé magába rántott a könyv. Úgyhogy érdekel, hogy mi fog történni, meg eleve átértem már a könyv több részre van osztva, és volt az első rész, most már a második részben vagyok, úgyhogy megyek is olvasni még, mielőtt le kéne feküdni, hogy ne zombi legyek holnap reggel az óráimon, még van 1-2 órám, úgyhogy azt még belelöm be a könyvbe, mert most eléggé beszippantott. Úgyhogy eddig tök örülök, mert kicsit mikor elkezdtem, aggódtam, pont megnéztem 1-2 értékelést róla, és azok nem voltak túl pozitívak, de eddig komoly problémám nincs a történettel, úgyhogy ezt eddig jó jelnek veszem. Ez eddig is ilyen alsó? Nem mindegy. Szóval, van egy fan teóriám, és próbálok a kamerában nézni. Körülbelül 10 oldalt haladtam az előző bejelentkezés óta, csak azon a 10 oldalon szó esett valamiről, ami érdekes. Szóval,
vannak ezek a holdon élő emberkék, és pont ott a roncsterepen volt szó valami olyasmiről, hogy milyen pletykák keringenek, hogy az unokahúgát a holdon élő királynő megölette, és hogy csak néhány testrész maradt hátra belőle. Na most, Cinderben nagyon speckó cuccok vannak, amitől ő ugye kiborg, és pont most említette ez a Kai herceg, hogy beszélik azt, hogy a hercegnő túlélte, és hogy itt van a földön. És én most ezeket összekötöttem. Úgyhogy én most azt mondom, hogy szerintem Cinder, ez a holdbéli hercegnő, trónörökös, akit megöltek, de mégse halt meg, és azóta itt van, és szerintem ez lesz az. Úgyhogy ezt most megtippelem, és remélem, hogy igazam lesz, mert akkor tök izgatott leszek. Nem mindig szeretem megtippelni egy könyv végét, de szeretem, hogyha igazam van, és ez teljesen logikus. És nem tudom ezt, hogy máshogy lehetne kihozni, mert ez így elég egyértelműnek tűnik nekem jelenleg. Úgyhogy igen, megyek olvasni, hogy kiderítsem, igazam van-e. Tényleg a kulacsomat használom állványnak, de jó. No, nem, ezt. Ne csipok itt. Hol a védőborító? Mert védőborítóval szebb ez a könyv. Mármint szép alatta is, csak a feketé. Na, szóval már túl vagyok a felén a könyvnek, mint láthatjátok. Pontosítom, 238-39. Oldalon vagyok jelenleg. Egyébként fogalmam sincs, hogy én ezt az olvasóvlog dolgot jól csinálom-e, csak bejelentkezgetek, és így van egy-két köztes felvételem, de az a helyzet, hogy egyrészt nem akarok a kamerával ilyen 10 perces olvasós felvétel timelapse-nak fölvenni, mert az kicsit sok helyet foglal, és nem akarom, hogy nehéz be is lőni, hogy olyan helyen olvassak éppen, ahol így a felvételt mi is lehet oldani. Na, szóval a teóriám részben bebizonyosodott, ugyanis Cinderről kiderült közben itt, hogy ő egy holdlakó. Kiderítették a DNS-éből. És ezek után én már biztos vagyok benne, hogy a teóriám, mi szerint ő ez a Selene hercegnő, vagy trónörökös, vagy hogy hívják. Tuti ő az, oké? Okay? Tehát ez már hold biztos. De ez már fix, olyan infók derülnek ki. Én úgy érzem, hogy az annyira nincs titkolva a könyvben, ami nem feltétlenül rossz, mert legalább nem próbál úgy tenni, mintha hülye lennék, mint olvasó, és igazából hagyja, hogy időben rájöjjek. Ez amúgy nagyon trükkös, mert van olyan könyv, amiben, hogyha ennyire egyértelmű valami, az zavar, aztán van az a könyv, amiben, hogyha ennyire egyértelmű valami, elvezem ezt. Ez szerintem sztori környezet függő, de ebben tök jó. Meg tök várom, hogy kiderüljön, hogy igazam van. És magamat néztem. No! Közben amúgy, hát így nagyon más nem tudok egyelőre elmondani. Amiről akartam egy kicsit beszélni, hogy tegnap nézegettem, hogy Poén ezt a könyvet tegnap kezdtem el. Haladok vele, mint a kép. No, szóval tegnap nézegettem egy-két értékelést ez a könyvhöz, leginkább Goodreads-en, mert Moj.hu-n talán pozitívabbak voltak fönn. Mindegy, csak ahogy odalapoztam a könyvnek az adatlapjára Goodreads-en, akkor láttam, hogy akiket én követek, vagy akik olyan emberek, hogy így meg szoktam nézni a véleményüket, meg úgy népszerűek a véleményeik, azok elég negatívan reagáltak erre a könyvre. Tehát ilyen egy-két csillag, be nem fejezés, vagy három csillag, de hogy alapból azt mondják, hogy ez a leggyengébb a sorozatban. És amit ilyen kivetnivalót láttam, hogy az emberek ebben találtak, az például az volt, hogy a világépítés hiánya, ami tény, hogy olyan sokat nem magyaráz a könyv a világról. Tehát, hogy így tudjuk, hogy vannak ezek a holdlakók, akiket utálunk, mert gőgösek és feljebb valónak gondolják magukat.
meg így, hogy hogy kerültünk oda, ahova. Ez nincs különösebben magyarázva a könyvnek, de engem ez nem zavar, mert nem érzem hiányát. Szóval nem érzem úgy, hogy ez problémát okozna számomra jelenleg. A másik, ami ilyen volt, az, hogy írták nagyon sokszor, hogy ez az egész kiborgos dolog, hogy ezt nem értik, hogy ez miért probléma. Mert ugye ez azt jelenti csak, hogy az embereknek, mint kvázi protézis mondjuk, fémből van a lába. Ami igen, nem egy olyan dolog, ami miatt valakit utálni kéne, vagy azt mondani, hogy nem ember, mert ennyi erővel akkor mindenki, akinek protézise van, akármilyen jellegű, az nem ember. És ez így egy nagyon rossz koncepciónak tűnik. És igen, ez kicsit tényleg olyan nekem is, hogy nem teljesen értem, hogy miért vetik meg például Cindert is, mert oké, keze, lába, egy-egy, az nem természetes, és igen, vannak a testében különböző pótló, fém dolgok, de ettől szerintem ugyanúgy ember, de ezt valamiért ebben a világban így megvetik, mert hogyha ilyen kismértékben is kiborg az ember, tehát ilyen lábujjad fémből van, ilyen volt is pont benne. Ami igen kicsit furcsa, de őszintén engem nem zavar egyelőre, tehát így nem láttam ennek a problémáját. Kicsit túl van tolva lehet, most is, hogy Cinder itt nagyon aggódik, hogy jaj, de hát a herceg mit fog gondolni, hogy kiderül, hogy ő kiborg. Ami valószínűleg annyi lesz, hogy a herceget nem fogja érdekelni, ahogy én észreveszem, nem olyannak tűnik. Ha ebből lesz valami dráma, akkor kicsit forgatni fogom a szemem, az biztos, de igen, ez nem tűnik egy olyan túl reális drámának, hogyha lesz benne. De amúgy tökre élvezem a könyvet, tehát én fel voltam rá készülve, hogy ez nem fog tetszeni, ehhez képest tökre élvezem, és szívesebben olvasom jelenleg a könyvet, mint hogy videót vágjak, amit kéne, nem a vlogot, hanem még ami előtte megy ki, de hát mindegy, lefoglal a könyv, ami jó jel, mert tök jó, és tök gyorsan haladok, tehát kétharmadánál leszek lassan. Ja, úgyhogy erősen bennem van az, hogy én ezt akarom tovább folytatni, és hogyha nem is magyarul, de akkor lehet angolul, esetleg e-könyvben egyszerűbb, nem tudom, mert ugye ez a ízés, ez az Alexandrás kemény táblás kiadás, és a sorozatot a könyvmegképző folytatta. Úgyhogy nem fognak illeni egymáshoz a gerincek, amire én háklis vagyok, szóval nem szeretem, ha a gerincek nem illenek össze. Na mindegy, majd kitalálom, mert eddig nagyon érdekes, és remélem, hogy a könyv további részében is ugyanez lesz a véleményem. Este 11:30 van, de ez a szutyok fenntartott eddig. Nagyon vegyes érzelmeim vannak, mert vége van legfőképp, és ezért csalódott vagyok, hogy befejeződött a könyv, és nagyon sok minden nem tettem meg, amit vártam, de itt tudatosan boldog vagyok, mert kitaláltam, hogy igen, Cinder az elveszett holdbéli hercegnő. Viszont vége a könyvnek! 2 nap alatt ledaráltam, amit soha nem gondoltam volna, és hú. Azt hiszem, erre reggel visszatérek. A lényeg, hogy probléma van, mert elkezdtem shippelni Cindert és a herceget, és akarom tovább olvasni. És ez baj. Na igen, de akkor most erre alszok egyet, mert fáradt vagyok. De ez a hülye könyv fenntartott.
Oké. Aludtam rá egyet. Szóval, Cinder. Nézzük csak. Befejező gondolatok, amikre este már nem volt erőm, illetőleg ennek az egésznek így az összegzése. És remélhetőleg így kell olvasóvlogot csinálni, mert amúgy egyébként volt egy olyan kis problémám, hogy mivel abszolút rántott magával a könyv, hogy olvas, 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 ezért olvasás közben nem sokszor vettem föl ilyen mellékes felvételeket, amikor nem dumálok a könyvről, hanem csak úgy, nem tudom, olvasom. De ez most így sikerült, úgyhogy. Na mindegy. Oké, mielőtt a végére érnénk. Amiatt egy kicsit szomorú vagyok, hogy Peony meghalt. Mert úgy reménykedtem benne. És olyan rossz volt, hogy így konkrétan ilyen last minute halt meg. Már így tartották neki, hogy tessék, itt az ellenszer, és úgy meghalt, és így mondom. Oké. A vége meg... Így láttam, hogy fogynak az oldalak, és akkor így gondolkodtam, hogy de ennek még nem lehet vége. Még össze kell jönniük. És nem. És vége lett. Úgyhogy így nem azt mondom, hogy cliffhangeres volt a vége, vagy befejezetlen, hanem így abszolút... Ez a sztori rész le volt zárva, csak most kényszerít, hogy folytassam, úgyhogy... Most el kell döntenem, hogy angolul akarom befejezni a sorozatot, vagy magyarul, de az a probléma, hogy magyarul még nem jelent meg mind a négy rész. Tehát még csak a harmadik rész jelent meg, az is tavaly, tehát nem tudom, hogy mennyit kéne várni esetleg. Hát mondjuk, hogyha a 18-as a könyv, majd képzelni az első, 19-as a második, 20-as a harmadik, akkor lehet idén megjelenik a negyedik, remélem. Mert most elgondolkoztam, hogy akkor... Mivel a könyvmajképzős könyvek, azok majdnem egy magasságban vannak ezzel az Alexandrás kemény táblással, nem annyira vészes, hogyha más kiadás, de jelenleg annyira nem érdekelne szerintem, mert mindegy. A Percy Jacksonaim teljesen nem összeillő kiadásosak, úgyhogy már elengedtem ezt az egészet. No, igen, szóval az a helyzet, hogy a könyv vége. Igen. Egy kicsit mérges vagyok rá, mármint, hogy úgy... Négy csillag lett a vége egyébként, tehát hogy ez egy abszolút tök jó könyv volt. Két nap alatt ledaráltam, tehát ez abból is látszik. Most azért ez a harmadik nap, hogy vlogolok, de csak azért, mert tegnap 11:30-kor fejeztem be a könyvet, és úgy nem volt, nem voltam túl prezentálható állapotban, meg úgy összeszedett gondolatok, amik fáradt voltam már nagyon. De igen, szóval még tegnap befejeztem. Maga a könyv jó volt, teljesen jó élmény volt. Nem volt tökéletes, ezt nem mondom, de nagyon szívesen olvasom tovább, úgyhogy hát márciusban névnapom lesz, úgyhogy lehet majd így mondom. Suttogom anyáiknak, hogy második rész. igen, mert rendeltem elég egy pár Wings of Fire box setet, és az miatt kicsit nem akarok megint könyvekre költeni. A végén, amikor volt ez a bál, ugye nyilván hangpöke, sztori alap, tehát volt benne egy bál, ahol hamupipőke, ugye nem, hamupipőke nem a cipőjét hagyta el ebben a verzióban, hanem a lábát. De én amiatt egy kicsit csalódott vagyok Kai karakterében, hogy így ledöbbentettől, hogy kiborg, vagy így kiderült, hogy hamupipőke, vagy Cinder kiborg, és így who cares? Mármint ez az egész úristen kiborg vagy, fúj, nem is vagy emberi. Blablabla. Bla, bla. Ez valószínűleg ez az egyetlen dolog, ami miatt erre most nem adtam egy csillagot. Mert semmi nem zavart különösebben a könyvben, mert hogyha valami olyan, ami esetleg máshol zavart volna, így átsiklottam felette, mert maga a sztori érdekes volt, eléggé ahhoz, hogy ezeket ne vegyen figyelembe, de ez a kiborgokkal szemben álló attitűd, ez nekem olyan volt, egy kicsit erőltetett. Tehát ez kifejezetten kicsit érződött szerintem, hogy ez csak azért volt, hogy legyen valami konfliktus alap. Hogy ez a nem is vagy ettől ember, ez ilyen... Ez hülyeség. Attól, hogy ki vannak cserélve részei, és ettől, mint emberi lény tovább tud funkcionálni, mert nem hal meg, ettől szerintem nem lesz kevésbé ember, és nem lesz kevésbé másmilyen, mint a többiek. Csak azért, mert kiborg. Szóval ez az egy pont volt a könyvben, amire azt mondom, hogy ez erőltetett konfliktus helyzet volt, mert így
Én azt hittem, hogy mielőtt elkezdtem a könyvet, hogy Cinder úgy fullosan robot. Mármint, hogy fullosan így alig vannak emberi részei. De nem, ezek szerint csak egy keze van, egy lába, belül dolgok, gerincében, bordájában egy-kettő, de ennyi. Meg az egyik szeme talán. Tehát, hogy... Ettől szerintem még nem kéne ennyire utálni azt, hogy neki vannak robot részei. Mert igazából... Ettől szerintem nem lesz kevésbé ember, jó? Mindegy, ez volt a könyvnek egy konfliktus része, ez annyira nem volt helyén nálam, de még azt sem tudom mondani, hogy ez olyan hű, de nagyon zavar, tehát hogy ettől függetlenül 2 nap alatt végigrepültem az egész könyvön, és nagyon érdekel a folytatás, úgyhogy alapvetően egy teljesen jó választás volt, és egyébként annyira szeretem ezt a borítót, olyan szép. Ami több ilyen esetleg problémás dolog, tényleg azt tudom mondani, hogy a sztori maga volt annyira érdekes, hogy átsiklottam felette, de amúgy meg nem inném, hogy olyan túl sok kivetni velót ezen a kiborgos részen találok benne, vagy ezen a kiborg utálaton kívül. Amiatt nagyon happy voltam, hogy igazam lett, ami szerintem egy elég kiszámítható csavar volt, bár én úgy éreztem, hogy annyira ezt előlem nem akarták eltitkolni, szóval ezért nem bosszantott, hogy még mindig nem derült ki. Bár szerintem ez úgy van, hogyha az embernek tetszik a sztori, és úgy találja ki a csavart, akkor kevésbé bánja, hogy kiszámítható volt, mint hogyha utálja a sztorit, és úgy találta ki a csavart, és úgy derült ki csak a végén, hogy ez volt a csavar. Mert akkor olyan, hogy jó, ezt már tudtuk, így meg úgy ott, hogy ez az, ezt tudtam. Tehát így van benne egy ilyen különbség, tényleg így sztoritól függ. És pont ezek miatt vagyok kíváncsi, hogy hogyan folytatódik. És ráadásul az a probléma is, hogy közben elkezdtem shippelni Cindert és Kite, de úgy rendesen elkezdtem őket shippelni. És így... Miért érzem azt, hogy csak a negyedik részben fognak összejönni, és ezért tényleg végig kell olvasnom mindegyik részt, hogy satisfied legyek. Ez lett volna ez a kis olvasó vlog. Ja, szerintem lesz még, mert igazából nem egy rossz dolog ez, hogy amikor odaérek a könyvben, akkor ki tudom beszélni egyből a kamerának ilyen vlogosabb formában azt, hogy akkor most éppen mit gondolok róla, úgyhogy majd nem tudom, lehet lesz máskor is, nem tudom mikor, nem tudom milyen könyvvel, most ezzel ez így megvolt, majd gondolkodok, mivel lehetne még, vagy hogyha lesz olyan könyv, akkor csinálok arról. És akkor ezzel együtt pipáltam a Fantasy február 4. könyvét, a Retelling és zsának keveredést, bár ez a könyv inkább volt science fiction, mint fantasy, egy nagyon pici fantasy részt láttam benne, de még nem annyira sokat, de fel van címkézve. Ez egy tök jó könyv volt, és tök örülök annak, hogy el tudtam olvasni, és hogy el is olvastam most, főleg így ez miatt, a vlog miatt, és a Fantasy február miatt is. Szóval akkor ez volt a Cinder olvasó vlogom, és így nagyjából a véleményem a könyvről. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!